Mi, bár ha szólam, írásaiból tanulunk a Kabbala Tanulók című könyvből, mondják az oldalszámot, a cikknek a címe a vallás lényege és célja, mondják, hogy melyik fejezet ponttól folytatjuk az olvasást, és egy kérdéseket hogy lehet küldeni. És a megfelelő kérdések ki lesznek sugározva lecke során. Hol vagyunk, magyarra? Oké, fel akkor olvast. A mi bölcseik mondják, hogy miért mondja, miért írja a teremtő azt, hogy előről vagy hátulról kell elvágni a marhának a nyakát? Végül is a parancsolat az kizárólag az emberek megtisztulására lett megadva. A megtisztítás pedig teljes egészen vele van tisztázva a Matantórában, a Tóra átadásában, a kettes pontjában, hogy mit jelent. Mégis itt olyan, mintha nekem le kellene tisztáznom a fejlődésnek a lényegét, amelyet a Tórán és a parancsolaton keresztül érhetünk el. Tartsuk emlékezetünkben, hogy a gonosznak a felismerése nagyon lényeges a számunkra, azaz a parancsolatokkal való foglalatosság az kizárólag azért van, hogy fokozatosan meg tudjuk tisztítani azokat, akik elmélyülnek ezekben, azaz abban a mértékben, amilyen mértékben mi megtisztultunk, olyan mértékben fogjuk felismerni a bennünk lévő gonoszt. Ez azt jelenti, magyarabb, hogy együtt e hatalmas vágyat hordozunk magunkban, mindannyian, hogy megkapjunk a megszerzés érdekében önmagunk számára, ugye ez az önzés, és ez a vágy, ezt föl kell fedeznünk lassan, de fokozatosan, és ezt mind azért kell tennünk, hogy ezt meg tudjuk fordítani ezeknek az edénynek az irányulátságát, tehát fokozatosan. Ez az, ami a szinteken, a létrák szintjein fölemel bennünket. És így váltunk egyre jobban korrigáltakká egész addig, amíg az összes vágyat el nem visszük a végső korrekcióig. Na most ketten olvasnak. Tehát az embernek meg kell találnia minden gonoszt önmagában, tehát ez a mi természetünk. Tehát ez mindenféle módon megsér bennünket a bennünk lévő gonosz, és ez egy, ha valamilyen módon én kényelmesen érzem magam, vagy pedig rosszul érzem magam, elviselhetetlen módon megjelenik a gonoszság, akkor nyilvánvalóan ezt a természetem azonnal meg fogja elutasítani. És ez minden egyes teremtményben ugyanígy van. És az embernek kizárólag a gonosz felismerésre kell törekednie. Tehát először nyilvánvalóan egy fejlettebb ember egy nagyobb mértékben fedezi fel magát a gonoszt, és ezért elutasítja és leválasztja magát a gonoszt egy nagyobb mértékben. A fejletlenebb ember önmagát csak egy kicsi mértékben érzi gonosznak, és ezért csak kis mértékben utasítja el a gonoszt. És ennek eredményeképpen a gonosznak a hatalma alatt él, ennek, hogy ezt felismerné. Azaz minden a gonosz felismerésétől függ, magyarabb. Tehát a gonosznak a gyűlöletét, hogy mennyire akarjuk elutasítani. Tehát ez megérthető, nem? Tehát nyilván minden a gonosznak a velünk való viszonyától függ, vagy a mi viszonyunktól a gonosszal. Tehát nekem nincs problémám visszautasítani valamit, hogyha én érzem, hogy az rossz. Hát azt mondják a gyerekeknek, hogy nézzétek meg, hogy ez a barát nem jó nektek, ne kapcsoljatok össze, rosszat akar neked, kárt okoz neked. Tehát ő nem ismeri fel a gyerek, amikor ezt mondjátok neki, a károkozást. Tehát az egész oktatásnak arra kell irányulnia, hogy
képesek legyünk felismerni azt, ami fontos az életünkben, arra kellene, és hogy amitől jobb távol tartani magunkat. Tehát nincs többre, erre lenne szükség. Tehát a jó és a rossz felismerését tanítsuk a gyerekeknek. Minden, ami körülöttünk van, az így fel, úgy osztható föl. Tehát ha nem érzem, hogy valami rossz, akkor nem akarok tőle eltávolodni. Tehát ez nagyon egyszerű, hogy ez működik. Tehát erről szól a teljes oktatás. Mi a gonosznak a megismerése való felkészülés? Mit jelent ez? Honnan származik mindez? Hát honnan tudnád, hogy mi a jó és mi a rossz? Amikor megszülettél, akkor mint egy állat úgy fogtad fel, hogy mi a jó, mi a rossz. Kaptál valami édeset, akkor hát nézd meg a csecsemőt. Tehát adtok valami keserűt, akkor ugyanúgy nem húzza össze az arcát, mint az édeset se. Tehát a mi érzékeinknek már van egyfajta megkülönböztető képessége a jó és a rossznak megfelelően. Miért van így? Ez egy kérdés. De hogy ez előre meg van határozva, az biztos. De miért rossz a savanyú, és miért jó az édes? Hát, hiszen az édes lehet, hogy marha egészségtelen. Tehát itt van egy felső gondviselés, amelyik beállította ezeket a dolgokat. Hát nézzük meg a macit. A maci, ha megkóstol valami édeset, akkor akar még. Adtok egy savanyút, neki elroham. Tehát ezek a dolgok egy előre eldöntött dolgon vannak az érzékeinkben. Valami, amit aztán az oktatáson keresztül kapunk, az másképp működik, hiszen az állatok is tanulnak egyébként, a kölykeiket tanítják. Ez valami nagyon magától értetődő, hogyha nézzük, hogy az anya hogyan tanítja a saját csecsemőjét vagy kölykét. És bizonyos, és szó szerint láthatjuk, hogy mi történik, hogy hogyan tanulunk meg dolgokat, hogy valami jó a számunkra, valami nem jó a számunkra, és így tovább. Tehát bennünk biztos, hogy itt ez kialakul, mert itt a spiritualitásban nagyon hosszú tanulási utak vannak, és a spiritualitásban az oktatás az nyilván sokkal bonyolultabb, és sokkal rejtettebb is egyben. Mert ugye a gonosz is el van rejtve előlünk, meg a cél is el van rejtve előlünk. Tehát, hogy mi az, mi a cél önmagában, még azt se teljesen fogjuk föl. Mit kell kezdenem a céllal? Ezt se értjük. Tehát, én most nem egy kisgyerekről beszélünk, akinek van apja meg anyja, hanem a felnőttekről. Hogy a felnőttnek merre kell fordulnia. Hol van észak, hol van dél. Hogyan tudja magát helyesen irányozni egy felnőtt ember. Hogyan tudja letisztázni, mi a jó és mi a rossz? Ezért a kabala bölcsessége, a kabalisták szabályai alapján tehát pontosan azt jelenti, hogy hogyan lehet megtanulni mindent, hogy hogyan a környezeten belül a felső erő hogyan jelenik meg. És hogy hogyan vissza a felső célhoz a környezeten keresztül. Mi tudjuk, hogy a gyökérnek négy fázisa van. Na de hogyan tanuljuk meg ezt a dolgot, honnan ered a négy fázis, hogyan lehet ehhez összekapcsolni rá? A négy fázis azt a fény befolyásolt, tehát a négy fázisban a fény befolyásolt a vágynak a kialakulását, aztán jön a szűrő, aztán jön a törés, és a törés után az összekeveredés következtében, a zavarok következtében, amikor az összes edény összekeveredett, a jó és a rossz edénye, onnantól kezdve nincs igazán jó, mert a jó és összekeveredett a rosszal.
ezt hívjuk klipának, és teljes egészében képtelen vagyunk letisztázni, mi a jó és mi a rossz. Tehát soha ne higgyetek a saját érzékeitek, hogy mi a jó és mi a rossz, mivel a keserű a sötétnek látszik, és föl sem tudjuk ismerni, hogy miről szól ez az egész elrejtés ebből. Tehát meg kell, hogy értsük, ezért kell nekünk a spiritualitással dolgozni. Tehát hogyan lehet a különleges minőségekkel dolgozni? Tehát mi az, ami segít nekünk, tehát föl kell ismerni, hogy mi történik, és annak megfelelően kell cselekedni. Akkor folytassuk, hogy elkerüljük az olvasónak a fárasztását, nekünk le kell tisztázni, hogy mi a jelentése a jónak és a rossznak, ahogy az elmondja ez a Matan Tórában. A gonosz általánosságban nem több, mint az önszeretet, az egoizmus, mivel ez ellentétes a teremtő minőségeivel, akiben semmilyen megszerzési vágy nincs, főleg nem önmagába irányuló módon, csak adakozás. Azaz mondja, hogy ami a teremtőben jó, ami a teremtőben van fogadva, az jó, ami nincs befogadva, az rossz. Ezért rossz az egoizmus, mert az nincs egyáltalán a teremtőben. Ahogy már elmagyaráztuk a Matan Tórában, az öröm és a magasztosság érzése, az kizárólag avval a formaegyezéssel mérhető, amivel a teremtőben formaegyezés vagyunk. És a fájdalom az intolerancia az azzal a mértékkel mérhető, amennyiben forma eltérés vagyunk a teremtőtől. Ilyen módon az egoizmus az fájdalmat okoz nekünk, és megkínoz bennünket, mert ellentétes formája a teremtővel. Azonban ez a fajta elutasítás ez nem egyenlő módon oszlik meg a lelkek között, hanem különböző mértékekben. Tehát még egyszer, mi önmagunkat a teremtővel való viszonyban értelmezzük, az adakozás jó, a megszerzés rossz. Erről szól az egész történet. Tehát ezért nekünk valóban össze kell tapadni, hogyan tudjuk ezt transformálni. Tehát, hogy valami gonosz, és hogy még ha nem is látjuk ezt, tehát ezért egy forradalommal kell szembesülnünk, ami most keresztül megyünk. Ezt meg kell értenünk, hogy hogyan működik. Ezért az egoizmus nyilvánvalóan minden rossz, ami ellentétes a teremtőnek a minőségével. Na, érzi ezt valaki, hogy miről szól ez? Magyarav? De ez a... Azonban ez a fajta gonoszság nem, mert egyenletesen oszlik meg minden egyes lélek között. Azonban mégis ez mérhető. Tehát nem mondhatjuk az egónk rossz, hanem nekem azt kell mondanom, hogy az egómon belül tehát megölni valakit, valakivel valami borzasztó dolgot csinálni, ezt gonosznak szoktuk magyarázni mi. De azért, mert nem érezzük, hogy ezt még élvezzük is. Tehát itt van egyfajta ragyogás felülről,
És ez a ragyogás, ez adja nekem a rossz érzést. Ez szinte megmérgez. Tehát van egyfajta ragyogás, ami nyilvánvalóan az, hogy milyen szokásokat tartok én rossznak, azt az oktatás adja meg nekem, a nevelésem. Tehát ezért mondjuk mi azt, hogy mi az emberi lény, az civilizált, a civilizáció, a magasabb civilizált országok, azok más gondolnak a gonoszról, azonban ez pontosan annak a különleges ragyogásnak köszönhető, hogy ne együk meg egymást. Meg különben megennénk. Hát húst teszünk amúgy is, megennénk mi egymást. Szó szerint megennénk egymást. Mint a dinoszauruszok. De ez a ragyogás felülről, ez megakadályozza ezt. És ne gondoljátok, hogy hogyha tesztek valami jó cselekedetet, az az adakozásból származik. Nem. Hanem az edényeim örömet éreznek belőle, ezért próbálok megadakozni. És hogy ne okozzak kárt a másiknak, az csak azért van, mert az edényeim egy kis ragyogás által meg vannak zabolázva, és ez eltávolít attól, hogy minden károkozásból örömet érezzek. Ezért tud egyáltalán az ember létezni másokkal. Nyilván itt vannak büntetések is természetesen, tehát minden a jó és a rossznak van alávetve. Amit mondani akarok, hogy mi totálisan csak a kapni akarásban vagyunk, és nekünk e fölé kell emelkedni, de van egy ragyogás felettünk, ami emberként tart bennünket a rendszerben. Nincs jó vagy rossz, ez így működik, ahogy elmondtuk. Föl kell ismerni, és azért van mindez, hogy fölismerjük, hogy kik vagyunk igazán. Az, nyilván az egoizmus az ad nekünk egy gonoszságot, és ez már azokra az emberekre vonatkozik elsősorban, mondja, akik valóban hétköznapi oktatást kaptak, és ezt hívjuk a reformáló fénynek, hogy egy bizonyos mértékben képesek legyenek fényeket kapni az lakodásból, ja, és ennek megfelelően tudják a saját szintjüket mérni. Tehát itt egyfajta... Tehát az emberek sokkal okosabbá váltak, az emberiség fejlettebbé vált. Tehát olvassuk viszont a híreket, hogy mi történik, akkor még ha illúziók is vannak a világban, mégis borzasztó dolgok történnek. Hát nézzétek meg! Egyszer lefektetnek 200 embert, és lelövik őket, és megmutatják az újságot. És nézzétek meg, az emberek döntő többsége azt mondja, hogy nem történt semmi, nem is érdekli. Megisszák a teájukat, megeszik a kekszüket, és nézik a tévét tovább. Ó, drágám, itt másik show is van, akkor ne nézzük most ezt a 200 ember kivégzését. Na, de pontosan erről beszélek, mondja a srác. Tehát ilyen rettenetes dolgok folynak itt, és ugyanakkor pedig ez lett már a standard a világban. Persze a dolgok ismétlik magukat, ezek várnak hétköznapivá. Ez válik szokássá. Tehát azok, akik ezeket a cselekedeteket végrehajtják, és a média pedig megmutatja nekünk, mert ez érdekes, nyilvánvalóan ezt a horrort, ezt minden napunk emelik. Oké, de ez a ragyogás, amiről beszélünk, mi történik ezzel? Tehát mi van ezzel a folyamatban, ami most keresztül megyünk? Tehát napról napra azt látjuk, és hétről hétre, hogy az emberiségnek egy újabb rétege, ez egyszerűen rettenetesen feltárul. Mi, mondja Rav, mi a gonosz felismeréshez kerülünk közelebb. De nyilván az, hogy a gonoszt felismerjük, ez válik a hétköznapivá. Mintha
mintha nagyon kevés ember tulajdonképpen kontroll alá akar venni az összes többi embert. De hát ezek mind a korreláció felé vezető út tulajdonképpen. Tehát nekünk el kell érnünk azt az állapotot, ahol ha már egyszer nem ettük meg egymást, akkor nyilván, hogy először meg kell egyezni, hogy én sem eszek meg téged, te sem eszel meg engem, és akkor végig tudjuk mondani, hogy minek kell történnie. Tehát, mint a két dinoszaurusz lenne, és egymásra szembenézne. Ez most az ember. Van még itt dolgok, amivel nem nagyon tudom mit kezdeni, de ismerjük fel, hogy miről szól Bálász Szulámit, miről ír, és mit akar nekünk jelezni, a korrigált állapotokat hogy akar jelezni. Tehát, ahogy itt el van magyarázva a Matan Tórában, az öröm az a formaegyezésnek felel meg a teremtővel, és ez az igazság, ez azt jelenti, hogy ha a korrigált állapotról beszélünk, minél közelebb kerülünk a teremtőhöz, az adakozóhoz, a szeretethez, az egymás felé való adakozáshoz, ennek megfelelően mi teljesen formaegyezésbe kerülünk a teremtővel, és hogyha mi érezzük ennek a magasrendű örömét, ami ebbe be van zárva, akkor nyilvánvalóan tudjuk, hogy mi a jó, és hogyha pedig a fájdalomat azzal azonosítjuk, hogy a forma eltérés mértéke a teremtővel, ami gyakorlatilag a megszerzés a saját magunk számára, ez egoizmus, ez valami gonoszságot ad a mi számunkra. Tehát én teremtettem a gonosz hajlamot, és én teremtettem a fűszert, ami a tóra a gonosz hajlam ellenében. És akkor jön egy fény, ami ragyog rajtunk, és akkor egy része reformálódik a gonosz hajlamnak, és ezért fogom megérteni a bizonyos vágyaknak a kijavításától érzem meg, vagy értem meg, hogy a másik része az mennyire gonosz. Tehát a gonoszság, mondja, olvassa közben, az nem egyformán oszlik meg az emberek között, hanem nagyon is komoly mértékben lehet látni, hogy kiben hogy nyilvánul meg. Tehát mi magunk osztjuk ezt föl a gonoszságot a saját vágyaink között. Miért kerülünk abban az állapotba, hogy dinoszauruszként kezeljük egymást, és hogy jutunk el ebből a szeretethez? Nektek tudnotok kell, hogy ez egyáltalán létezik. Ez nevezzük annak, hogy a gonosz feltárjátok, különben nem tudjátok magatokat korrigálni. Tehát el kell jutnotok abba a pontba, hogy felismertek, hogy ez mind gonosz. Hát nézzetek meg, hogy az emberiség hova jutott el. Egy ponthoz, amit élet-halálpontnak nevezünk. Vagy korrigáljátok magatokat, és akkor éltek, vagy meghaltok. Hogy fogjuk magat korrigálni, ez egy másik kérdés. De ha nem korrigáljuk magunkat, akkor meghaltok. Eljutottunk egy olyan ponthoz, ahol nincs munkája az embereknek. Drogozik egy csomó ember. Félnek elhagyni az emberek a házukat. Csak azon gondolkodnak, hogy mészárják le egymást szó szerint. Szégyenkezés nélkül. Nem is értjük, hogy mi az emberi ego. Hát sokkal rosszabb, mint az állat. Az állat nem akar ilyen módon mészárolni. Csak az ember akar mészárolni. Tehát mi már valóban predátorok vagyunk egymásra szemben, pusztítók. Írva van, hogy az anyák megeszik a saját gyerekeiket. Hát miről beszélünk itt? Gondoljátok, hogy én nem akarnám lemészárni a szomszédomat? Dehogy nem, mondja el. A gonosznak a felismerésé keresztül el kéne jutnunk. Van az elméleti probléma, a fény ragyog rajtad, és ezen keresztül láthatod a mélységét a gonosz hajlamodnak. Vagy a fény nélkül egyszerűen aktualizálódik, és így látod meg. A szenvedésnek az útja, az rögtön megjelenítette a gonosz hajlamodat, és külső cselekedetben fogod megirványítani.
Mikor lesz a gonosz felismerés egy jó dolog? Amikor döntesz erről. Mit jelent az, hogy én döntök erről? Az, hogy eldöntöd, hogy az annyira rossz, hogy nem tudod többé megtartani, hogy hogyan fogsz idejutni, ez egy másik dolog. Tehát neked meg kell tanulnod, inkább meghalnod annak érdekében, hogy a rosszat a jóvá tud fordítani. De miért annyira nehéz ez? Azért, mert ez a természeted. Ez nem csak egyszerűen történik valami, neked el kell jutnod a legmélyebb pontra, a mélységbe, a megszerzési vágy mélységébe. És ezen a módon, hogy ez élet-halál kérdés. Tehát nyilvánvalóan a gonosznak a felismerés még ennél is több. Nyilván az a halál angyala adja meg azt a fajta belső megmérgezést, ami megadja azt, hogy mindent elnyelj. Tehát minden, ami történik, az feltáruljon az ember számára. Nem úgy, hogy ez jó, ez rossz, ezt akarom, ezt nem akarom, nem. Tehát te vagy a halál angyala maga. Tehát hogyan lehet felfedezni, hogy a kígyónak a lényege az a méreg, és hogyan lehet azt felfedezni, hogy bármi kígyó lehet is. Tehát én nem, nyilvánvalóan az ember számára ez azt jelenti, hogy át kell menni mindenféle fizikai eseményeken, nyilván az a spirituális halálhoz vezet, tehát itt különböző szintek jelennek meg. Tehát hogy miért van, hogy a kabala bölcsessége az valamilyen módon tehát hogyan lehetséges az, hogy a gonosznak a valódi felismerése megjelenjen, tehát, hogy ez valóban, hogy fog majd belépni a Gmar Tikkun, tehát hogyan fogjuk legalább az alapvető szinten felismerni a gonosz hajlamot. Ezek a dolgok majd eljönnek, és akkor majd meg tudjuk mérni. Moshe kérdezi Hollandiából, tehát, hogy felismerjük a gonoszt, tehát ő azt kérdezi, hogy milyen fajta felkészülés kell, hogy ez megtörténjen. Történik, ami történik, mondja Rav. Tehát a testnek kell megtisztulnia. Mit jelent az, hogy kijöjjünk ebből az állapotból? Ez nem jelent semmit. Éppen ellenkezőleg a gonosznak föl kell tárulnia, különben nem tudom magam eltávolítani a rossztól se, ha nem tudom, hogy mi az. Tehát nyilvánvalóan, hogy tudhatom meg, hogy mi a gonosz? Úgyhogy nem próbálok meg elszerelni előle. Tehát állandóan emlékszem arra, hogy a közösségtől függ az, hogy megtartsam magam, és a közösség az, ami engem állandóan irányoz, hogy ez a gonosz, ez a gonosz, ez a gonosz. Különben nem fogom érteni, mi ez. Olvasunk tovább. Egy viszonylag buta ember, vagy a gyilkosok, amikor végrehajtják, amit kell tenniük, tehát ha valaki jobban fejlett, akkor az ő egoizmusát azt meg tudja állapítani, hogy rossz, de legalább szégyenkezik kimutatni az emberek felé, és nem mer nyíltan gyilkolni és lopni. De titokban végrehajtaná bűnt.
Tehát van bennetek ilyen, nem? Nem, nem? Jaj, te intelligens vagy, mondja Rav. Tehát te nem gondolod, hogy ez így megy. Sőt, a még jobban fejlett egoizmus, az gyakorlatilag az valóban igazán gonosz, egész addig, amíg nem tudja tolerálni ezt a gonoszságot, és az ember nem akarja elutasítani teljes egészében. Amilyen mértékben felismeri, nem tudja hordozni, azaz rájön az ember, hogy egyáltalán nem akar semmit végezni mások érdekében. És akkor jelenik meg a szeretetnek az első szikrája mások irányában, Rav. Tehát itt jelenik meg az, hogy én csak azt keresem, mi a kényelmes magamnak, én mindig örömet akarok okozni magamnak, magamat akarom védeni a kellemetlen helyzetektől, a harmadik állapot, amiben állandóan emlékeztetem magam arra, látom vagy nem látom, én mindenképpen ki akarok lépni az egomból. Mit jelent az, hogy el akarom utasítani? Tehát, hogyha én látom a cukorkát, ugye? Ez nekem édes, tudom azt, és ezért nekem van egy hozzáállásom, és más dolgokhoz pedig elutasító a hozzáállásom. Tehát két dolog van itt, mondjuk. Tehát mi a megszorítás, és mit mond a megszorítás? Mit mond? Még hogyha valóban az ember felfedezi magát, tehát az én számomra az édes és a keserű, sokszor nem világos, hogy hogyan tudok előre haladni. És akkor megjelenik az altruizmus bennem, amely az általános megjelenése a jónak, és akkor fokozatosan először kifejlődik a szeretetre való igény, amely nyilván, ahogy a vers mondja, először a család iránt érezzük, és ahogy a vers mondja, a saját húsunkban érezzük a szeretet, aztán pedig tovább fejlődik az adakozás minden körülöttünk lévő ember irányába, akik ugyanabban a városban laknak, vagy akikkel egy nemzetben vagyunk, és ez addig fog növekedni, amíg az egész emberiség irányába kifejlődik a szeretet. Ez mind más emberek irányában működhet. Tehát, hogy milyen magasságokba tudunk jutni, és milyen mélységekbe. Orosz kérdés jön, tehát fordítják. Lehetséges azt mondani, hogy a vallás azokhoz tartozik, akiknek nincs szűrője? Tehát akiknek egyáltalán nincs szűrője, lehet ezt mondani? Ha mi visszatérünk visszapillantunk a vallásra, és a vallás születésére, nyilvánvalóan, amikor a szentség háza le lett lombolva, a templom, az az épület, amiben az a vágy, amiben az egész nemzet teljessége megélhető lett volna 2000 évvel ezelőtt, a szeretet helyett, tehát nyilvánvalóan itt volt egy periódus, ami valóban az emberek közötti szeretet, előtte a szeretetben éltek az emberek, utána pedig minden ok nélkül megjelent a gonoszság, egyszerűen kiáramlott, és lerombolta a templomot, és az a gyűlölet,
ami kiáramlott, nem volt erre példa, és semmilyen más nemzetben sem volt erre példa. Tehát egyszer csak a szentségben voltál, majd hirtelen a klipákba lettek. Bálaszolám leírja ezt, hogy Jeruzsálem az a klipának a helye, és ahol a szentség létezett, de a rombolás után a klipa megkaparintotta ezt a szentséget, és ebből a klipából kizárólag az maradt, hogy az ember sötétségben van, nem tudjuk mi a teremtő, azaz az ember látja a könyveket, és minden mást, és mégis nagyon nehéz felfedezni, hogy sötétségben vagyunk, klipákban, és én valóban, én az emberek, tehát mikor lehet jó viszonyban az emberek egymással, nyilván, hogy minden, nyilván csak akkor lehetséges az, hogy az egót invertáljuk, kifordítjuk. És természetesen az akkori judaizmus teljesen más szinten volt, mint a mai. És ez az, hogy kifejlődött a mai judaizmus, és abból aztán kialakult a kereszténység és az iszlám. És azért, hogy fölé tudjunk emelkedni a megszerzési vágynak, nyilvánvalóan minden, ami ezt megelőzően adakozása volt, az lezuhant a klipákba, a templom lerombolásával. És akkor a generációk egyre kevésbé értették és érezték a zsidó emberek generációi, hogy mi a lényege. És 3-400 évvel ezelőtt is az emberek elkezdtek liberalizációban élni, már nem akartak a teremtőt szolgálni, már a következő világban sem akartak a teremtőtől semmit. Ez nem érdekes nekem, nem is biztos, hogy létezik mindez. Tehát lassan, de biztosan a generációk lezuhantak a klipák mélyére, még a klipák se tudtak nekik már előnyeket adni. És ez a viszony ilyen mértékben tört meg, a teremtővel zuhant le. És nyilvánvalóan a többi vallást nézve, nekik ráadásul soha nem volt semmilyen kapcsolatuk az Istenséggel, és ezért nekünk nincs igazi kapcsolatunk a vallással, nekünk a kabbalistának. Hát mit tudnánk mi attól kapni? Az összes kegyelmet, amit megkaphattok, azt máshonnan kell kapnatok. Tehát ez egy természetes dolog. Istenek hála, itt nem tudunk, nem kell hibáztatnunk senkit, nem kell könyörögünk senkinek, hogy ne büntessen meg bűnünket. Mi tudjuk, hogy ez egy folyamat, egy ismert folyamatban vagyunk, amelynek az első pillanattól ismerjük a működését, és nekünk tényleg a generáció, a mesélyes generációjára van szükségünk, akik mi magunk vagyunk. Ilyen szempontból lényegtelen, hogy valaki vallásos vagy nem, hogy tudja magát korrigálni. Ez a lényeg. Ezért nekünk nincs más hozzáállásunk, nincs különbség ezekben, hogy mi történik. Természetesen a korrekció irányában haladni, nincs különbség. Hogy ez most vallásos vagy nem, a zsidóknak korrigálniuk kell magukat. Tehát a világ nemzetei nyilvánvalóan az embernek fel kell ismerni a korrekcióját, és ezt egy kölcsönös módon kell elérniük, és mindenkinek el kell érnie ezt. Mivel ma mi valóban egy ilyen állapotban vagyunk. Viktor Szentpéterváról kérdezi. Tehát tegnap volt az összes Szocsi részvevővel, és készült a kongresszusra, és nem tudjuk, melyik irányba kell elmozdulni. Majd beszélgessünk egymásra, és akkor megbeszéljük. A Szentpétervári technikai csoport kérdezi, hogy az utolsó kongresszus. Tehát ma senki nem akar konyhába menni, mindenki workshopolni akar. Nem értem, magyarul.
Mi történik Szentpéterváron magyarul? Tehát senki nem akar krumplit pucolni, mindenki versenypor akar ülni. Tehát amikor a konyhában dolgozom, én a legelőteljesebb cselekedet hajtom végre, ez spiritás munka. A többiek érdekében. Tehát nagyon dívák el a szándékom. Tehát ezért mindenkinek magának kell kikalkulálni, hogy mi éri meg neki, és mi nem. Hogyha a legkisebb szándék is megjelenik az emberben, hogy a konyhában legyen, akkor ez a preferábilis. Hát ezt tegyétek. Tehát mi szeretnénk ezt a folyamatot, tehát hogy hogyan lehet, milyen fajta szándékkal, so we really want to equalize our form in terms of the measurements of connection and whether it's relationship to the teacher and the group. Nyilván a tanulás, a tanár. Tehát a kérdés akkor az, hogy hogyan lehet az egész világcsoportot egy irányba elmozdítani, hogy naponta növekvő folyamattá váljék az, hogy minden pillanatban növekedjen. Ez lehet, hogy minden reggel kell egy különleges lecke rész. Tehát, ha mindenki részt akar venni ezen, akkor beszélünk Mr. Vinokurral, ami szervezőnkkel, oké. De nekünk nincs időnk hónapig várni, hanem mi szeretnénk tudni, tehát az a lényeg, hogy együtt legyetek a biztos Szentpéterváriak, ezt nem értettem most. Az átmenet nekem túl szélsőséges volt, tehát a gonosz, a jó, a rossz, tehát hirtelen átléptünk Szocsiba. Ez természetes, mert mi ezekben az érzéki különbözetekben vagyunk, magyarabb. Valóban a gonosztól és a jótól eljutottunk Szocsiig. Tehát te a gonosz felismerésében vagytok, tehát nyilvánvalóan akkor ezzel is foglalkozni. Oké, de a cél, magyarabb, az, hogy viszonyom jó legyen a többiekkel. Ennyi. Tehát, hogyha én kötelezni akarom másokat, és ők pedig kötelezni akarnak engem egy kölcsönös módon arra, hogy megtaláljuk, hogy mi a jó és a rossz mindegyikünk számára, és mi az édes meg a keserű, akkor minden rendben lesz. Ha nem, akkor pedig elveszünk mindannyian. Tehát ha mi nem ilyen módon fordulunk egymáshoz, ha nem tudjuk letisztázni, hogy mi a jó és a rossz, akkor jobb, ha nem csinálunk semmit. Tehát mi a jó és a rossz, ezt ilyen módon kell megélnünk, azaz az igazság az a mi utunkon, tehát csak így jelenhet meg. Ha emlékeztek a szintekre, nyilvánvalóan, és emlékeztek a béke című cikkre, akkor le volt írva a fekete-fehérre, hogy mi a békének mi a feltétele. Akkor ezt a részt befejeztük. Lehet, egy kicsit még beszélgessünk erről, magyarabb. Tehát az átmenet, az túl éles volt nekem. Én boldog vagyok, hogy Mr. Erán, te azonnal érezted, hogy milyen messzire kerültünk hirtelen az anyagtól. Tehát az a pont, hogy a természetünk hogyan működik, és hát nyilvánvalóan a gonosznak a felismerésétől inkább menekülni akarunk, ez teljesen jogos. Itt is, mi? Hát persze, hogy ti is. Tehát rögtön elmentek egy másik témára, nem akartok a gonoszról beszélgetni se. Tehát a pipa azon elkezd rajta dolgozni, és akkor inkább Szocsiról beszélgetünk.
Nyilvánvalóan inkább átmegyünk valami bestiális szintén, és arról beszélünk. Tehát te még jóval menekülnétek a gonosztól, de hétköznapi emberek, mondja a természetesen. Hát nyilván, aki a barátja szándékánál nagyobb szándéka rendelkezik, az nagyobb, mint a barátja. És ennek megfelelően haladtok előre. De van egy határvonal a két dolog között. Tehát én állandóan megkérdezem magamtól, hogy ez az, amin keresztül akarom menni, tehát hogy a gonosznak a végső felismerése megtörténjen, ami a természetnek megfelelően le van írva. Tehát mi a kapcsolat itt? Hogyan lehet az, hogy az emberek akarják felismerni a gonoszt? Tehát ezt terjesztenünk én az embereknek? Nem, ezt nem tesszük. Soha nem beszélünk gonosztól, megbeszéltük. Oké, na de mégiscsak el kell nekik mondani, hogy tudjanak dolgozni a gonoszságon. A fény fogja megtenni. Nekünk a korrekcióra kell vinni őket kapcsolatra, és majd a fény megteszi. A fény fogja megtenni azt, hogy megértsék, hogy mi a fény. És ha a fény megadja nekik, hogy mi az igazság, akkor ők maguk fogják a saját gonoszságokat olvasni. Tehát az, amiről gondolták eddig, hogy milyen jó emberek, rá fognak jönni, hogy nem. Tehát én teremtettem a gonosz hajlamot, és én teremtettem a fűszert. A fényt. Tehát én mindent megpróbálok élvezni, ilyen az életem, így működöm, ők is így működnek. Miért lenne ez rossz? Tehát így lettem megteremtve. De amikor a fény megjön, és elkezdi reformálni az emberek a megszűrési vágyát, akkor elkezdem látni, hogy ez gonosz. Különben soha nem fogom látni. Különben ez a fény állandóan növekedni fog, és ami bennünk visszajelez valamilyen módon, hogy mi a rossz. És akkor egy viszonylag egyszerű módon kapom meg az egész tórát, hogyha hagyom, hogy a fénye szétáradjon. Tehát csak a reformáló fény magunkra vonásával érjük el gyakorlatilag a tórának a megértését, és ehhez meg kell szerveznünk egy környezetet, és miért szervezünk a környezetet, hogy magunkra vonjuk a fényt. Ez az, amit tennünk kell, semmi más. Ezért nekünk fel kell készíteni magunkat a gyülekezeteinkre, és hogy miért megjönne a csapás, valóban képesek legyünk elérni azt a fajta pontot, ahol kérni tudunk. Tehát visszatérünk a tízféle tanulmányához? Megérzem, hogy szükségetek, majd visszatérünk. De én akkor éreztem, hogy a gorosznak a felismerését magamból talán jobban éltük, hanem meglátjuk. Oké, tehát már felfedezte, csak elfelejtetted, mondja neki a bejelentések. Kabala kongresszus Szentpétervárban. Mindenkit boldogan hívünk egy integrált Kabala kongresszusra, amely szeptember 19-21 Szentpéterváron, Oroszországban. Itt és itt lehet jelentkezni. Belső kulcs, a Kabala Campus, a Kabala alapvető megértésére hív embereket Izraelben, különböző vidéki városokban. Van egy központi szám, amit hívhatnak, és mindenkinek szép napot, és maradék éjszakára szép éjszakát kívánok.